Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hogyha a Fiú és a Szentlélek nevében az Úr legyen veletek. Császtahavai Szűzanya tiszteletére, hálából és élő Balázsért ezt a mését ajánlom fel. A ma Császtahavai Szűzanya Lengyelországban főünnepe, nálunk a pálos kalostorokban, a Lengyelországon kívül ünnepe. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz. Irgalmazza nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Kristus kegyelmez, Uram, irgalmaz.
még a magasságban Istennek, és a földön békesség, a jó akaratú embereknek. Dicsőjétünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk néked. Isten báránya, az atyának fia. Te elveszel a világ bűneit, irgalmazd nékünk. Te elveszed a világ bűneit. A te boldogságos szűz Máriában a bensőséges szeretet és a mely alázat példaképét adtad nekünk. Segíts egyházadot, hogy Máriához hasonlóan a szeretet parancsát kövesse, szolgálja a te dicsőségedet és az emberek üdvösségét is. Legyen minden nép számára a te szeretetednek eszköze, ami Úrunk Jézus Krisztus a te fiad által. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön, örökké. Olvasmány a példabeszédek könyvéből. Így szól az örök bölcsesség. Alkotó munkája elején teremtett engem az Úr, ősidőtől fogva, mielőtt bármit is alkotott. Az idők előtt teremtett, a kezdet kezdetén, a föld születése előtt. Amikor létrehozott, még ősvizek sem voltak, és a forrásokból még nem tört elő víz. Mielőtt a hegyek keletkeztek volna, halmok előtt születtem. Amikor a földet és a mezőket még nem alkotta meg, és a föld első göröngyét sem. Ott voltam, amikor az eget teremtette, és az ősvíz színének körét megvonta. Amikor a felhőket felerősítette, és az ősforrások erejét megszabta, amikor kijelölte a tenger határát, és a vizek nem csaptak ki, amikor lerakta a föld szilárd alapjait. Ott voltam mellette, mint kedvence, napról napra, csak bennem gyönyörködött. Mindenkor az ő színe előtt játszadoztam. Ott játszottam az egész földkerekségen, s örömmel voltam az emberek fiai között. Gyermekeim, hallgassatok rám! Jól járnak, akik megtartják útjaimat, halljátok meg intő szavamat, legyetek bölcsek, s ne tagadjátok meg tőlem a figyelmet. Boldog az az ember, aki hallgat rám, aki napról napra őrködik ajtómnál, s őrzi kapuim falait. Aki megtalál, az életet talál, és elnyeri az Úrnak tetszését. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Uram, jobbod a királynő, aranyjal látszőt ruhában.
legyen veletek. És a feleltetek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben menyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt. Jézus is meghívták a menyegzőre tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte, nincs több boruk. Jézus azt felelte, mit akarsz tőlem, asszony, még nem jött el az én órám. Erre anya szólt a szolgáknak, tegyetek meg mindent, amit csak mond. Volt ott 6 kőkarsó, a zsidóknál szokásos tisztálkodás céljára, mindegyik 2-3 mérős. Jézus szólt a szolgáknak, töltsétek meg a karsókat vízzel. Meg is töltötték, azokat színültik. Ekkor azt mondta nekik, most merítsetek belőle, és vidétek oda a nász nagynak. Oda vitték. Amikor a nász nagy megízlelte a borrá vált vizet, nem tudta honnan való. A szolgák azonban, akik a vizet merítették, tudták. A nász nagy hívatta a vőlegényt, és szemére vetette. Először mindenki a jó bort adja, s csak amikor már megittasadtak, akkor az alábvalót. Te meg mostanáig tartogattad a jó bort. Ezzel kezdte meg Jézus csoda jeleit a galileai Kánában, kinyilatkoztatta a dicsőségeit, s tanítványai hittek benne. Ezek az evangélium igéi. Testvéreim, Częstochowa város, a lengyel népnek lelki fővárosa, úgy szoknunk mi lengyelek mondani. Ez mi lelki fővárosunk. Nemzeti zarándok, búcsú hely, kegyhely, Mária kegyhely. És pont ma a Częstochowai Jászna Gurai régi pálos kolostorban Boldogasszony névnapja, Boldogasszony búcsúja. 2 nagy búcsú van nálunk Lengyelországban, Jászna Gurán, az első nagy Boldogasszony főünnepe és a mai főünnepe Częstochowai szűzanyja. Nagy örömteli ünnep, amelyre sok zarándok gyalog érkezik. Mennek, jönnek szűzanyához, lengyel királynőjéhez, aki csodaképe, csodaikon már 650 éve ott van. Számunkra, pálosoknak a rendünk anyánk napja. Ott mostanában van a fehér testvérek főkalastara, az anyaházunk ugyanakkor már több évszázadon keresztül. Ott él a legnagyobb lengyel pálos közösségünk, több mint 100 szerzetes. A szavak nem elengedőek ahhoz, hogy megmondjuk, mi a lengyelek számára a Częstochowai szűzanya képe, és mi az a nemzeti Mária zarándokhely, ahová évente az egész világból 4 millió ember zarándokol. Oda jártok, zarándokoltak, és ma is mennek magyarok is. A nyugatiból Fekete Madonna nemzeti zarándokban ott már többször Częstochowa felé indult el. Sok búzgó magyar pap ott imádkozik. Sok búzgó magyar hívő ember. Talán a legrövidebb és a legpontosabb leírt lengyel író
Senkevics Henrik, irodalmi Nobel-díjasunk, aki a kalastari emlékkönyvbe beírta, itt dobog a lengyel nemzet szíve. Majd II. János Pál pápa hozzátette Isten anya szívében. Sokan imádkoznak ott, főleg a kegykép előtt, kegykápolnában. Kalostorunk minden nap reggeltől 5-től nyitva áll a híveknek, nincs szünet. Estig 10-ig, vagy 9-ig, utolsó íma ez a jasznogorszki ápel, 9-kor este. Nappal, minden nap több mint 20 mését bemutatják ott. Majdnem minden nap éjjeli ima virasztást tartanak a hívek. Minden nap a szünet nélkül pálosok szolgálnak a gyóntató székben reggeltől estig. Az a hely a lengyel népnek az oltára és a gyóntató széka, mint mondta lengyel pápa. Lengyel pápa, aki többször ad az arándokolt, és elhozta az aranyrózsát, aranyszíveit. Jasznagorára a következőket mondta, beteljesült Mária akarata. Ez volt első pápai látogatás, 79-ben. Beteljesült Mária akarata, itt vagyok. E földön kaptam meghívást a szolgálatra Jasznagora töveiben. Anyácskám, egészen a tied vagyok, és minden, ami az enyém, az a tied. Totusztósz, egészen a tied vagyok, felírta is pápa az arany szívein, és az a szív lóg a kegykép jobb oldalon. Egészen a tiéd vagyok. A Fekete Madonna kegyoltárnál nagyon gyakran lehet hallani az evangéliumot a kánai menyegzőjéről, majdnem minden nap sokszor. Ez az evangéliumi szakasz a jasznogorai evangéliumának nevezzük nálunk Lengyelországban. Sőt, szoktunk azt is mondani, hogy Jasznagora, ez a lengyel kána. Az evangéliumi szakasz Szent János szerint elbeszéli Jézus első csodáját. Éppen amikor az ünnepség eléri a tetőpontját, elfogy a bor. A szűzanya észreveszi, és ez mondja Jézusnak, nincs több boruk, mert csúnya lett volna az ünnepséget vízzel folytani. A szűzanya észreveszi, és mint jó anya, azonnal Jézushoz fordul. Az írása, különösen a proféták a bort, mint a messiási lakoma tipikus elemeit tartották számon. A víz szükséges az élethez, de a bor a lakoma bőségeit és az ünnep örömeit fejezi ki. A kőkarsók vizét borrá változtatva, Jézus ékes szőlőjelet hajt végre, Mózes törvényt evangéliummá az öröm hordozójává változtatja át. És most tekintsünk, kedveseim, Máriára a szavak, amelyek Mária szolgák a koronát, a kánai menyegző képér. Tegyetek meg mindent, amit csak mond. Ezek a szavak értékes örökséget jelentenek, amelyet anyánk hagyott ránk. Tegyetek meg mindent, amit csak mond. És Kánában a szolgák valóban engedelmeskednek. Jézus szólt nekik, töltsétek meg a korsókat vízzel, meg is töltötték
azokat színültik. Tegyetek meg mindent, amit csak mond. Az Urat pedig szolgálni az jelenti, hogy meghallgatjuk, és a gyakorlatban megvalósítjuk szavát. Jézus anyának egyszerű, alapvető ajánló szavai a keresztények életprogramját jelentik. Amikor nehéz helyzetben vagyunk, de pedig sokszor nehéz helyzetben vagyunk, egy napon is belül, amikor olyan problémák merülnek fel, amelyeket nem tudunk megoldani, amikor gyakran félelmet és aggodalmat érzünk, amikor hiányzik az öröm, menjünk a szűzanyához, és mondjuk ezt, nincs borunk. A bor elfogyott. Nézd, milyen helyzetben vagyok, nézd a szívemre, nézd a lelkemre. Mondjuk ezt az anyának. És ő majd Jézushoz megy, hogy szóljon neki, nézd ezt és azt, nincs boruk. Utána pedig visszajön hozzánk, és így szól, tegyetek meg mindent, amit csak ma. Kedveseim, beszéljünk az anyához, hogy beszéljen fiával, és ő majd meglepet bennünket. Mária, a Szent Szűz, segítsen minket, hogy kövessük felhívását. Tegyetek meg mindent, amit csak mond, hogy teljesen megnyilhassunk Jézusnak. Atyánk Istene, jóságos Urunk, a csenztahavai szűzanya pártfogását kérve, könyörgünk hozzád. Szent Egyházadért, hogy magyar hazánkban, valamint Lengyelországban és az egész világon szabadon hirdesse az evangélium örömhírét. Szent Atyánkért, aki a Fekete Madonna pártfogását kéri néped javára. Főpásztorainkért és papjainkért, hogy a papok édesanyja közbenjárásával munkálja a rájuk bízott a üdvösségét. A szerzetesekért és a neked szentelt személyekért, hogy a szűzanya példája szerint egyre buzgóban éljék szent hivatásukat. A páros rend tagjaiért, hogy a remeték királynője gyermekeiként életszentségben és testvéri szeretetben éljenek. Zarándok testvéreinkért, akik erre a szent helyre eljöttek, hogy a Fekete Madonna közbenjárása áldását nyerjék maguk és szeretteik számára. A bűnösök megtérését, népek kiengesztelődéséért, hogy minden ember békében és egyetértésben éljen egymással. Lengyelország és Magyarország népeiért, hogy mindnyájan tiszteljük és szeressük a boldogságos szűzanyánt, mint királynőnket. A világon szerteszét élő testvéreinkért, hogy a Fekete Madonna anyai oltalmával mindnyájan felismerjük és befogadjuk szent fiat szeretetét.
elhunyt testvéreinkért, hogy a szűzanya legyen számukra is a mennyország kapuja. Kérünk téged, hozzos közülünket. Jóságos atyánk, te megengedted, hogy a fényes hegyen szent fiad édesanyjának segítségét kérjük, tekints oltalmazó pártfogására, és hallgass meg könyörgéseinket Krisztus a mi Urunk által. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, fogad el adományainkat, amelyeket a dicsőséges Szűz Máriára emlékezve örömmel ajánlunk fel neked, és tedd őket az üdvösség szentségévé, a boldogságos Szűz Mária egyházat számára a lélekben való imádás példaképe. Segíts, hogy akaratod szerint mi is szent és neked tetsző áldozati adományként adjuk át magunkat neked, Krisztus a mi Úrunk által. Amen. Az Úr legyen veletek! És a veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig is mindenütt háladjunk néked, mi Urunk, szentséges atyánk, mindenható örök Isten, mert mérhetetlen jóságaddal szűző jegyesednek, az egyháznak ajándékül adtad, hogy a neked tetsző Isten tiszteletnek mintaképe legyen. Ő a te igéit figyelmesen hallgatta, azokat örömmel fogadta, és szívébe vésve csendben elgondolkodott rajtuk. Ő hála énekében imádkozva, magasztalva, magasztalta irgalmas jóságot, a kánai menyegzőn a vőlegényre és a mennyasszonyra gondja volt. Sőt, együtt imádkozod az apostolokkal. Mint Isten szülő szűz a Szentlélek erejével nekünk ajándékozta a te fiadat, a kereszt övében pedig úgy jelent meg, mint az új szövetség népének anyja. Ő bemutatta neked első szülöttjéd a templomban, és amikor fia az élet fáján értünk adta önmagát, az ő áldozatából szívvel, lélekkel kivette részeit. Majd fia feltámadását imádságban virrasztva várta, és kitartóan várokozott a Szentlélek eljöttére.
Ezért, Urunk, az angyalokkal is, a szentekkel együtt megváltásodét magasztalunk téged, és vég nélkül zengjük. Istenünk, minden szentség forrása, kérjünk, szenteld meg ezt az adományt, ároz le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként áldotta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is. Majd ismét hálát adott, adott a tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kell, ha az új és örök szövetségei. Ez a vér értetek is sokakért kiantatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, haláladat hirdetjük, Urunk, és héttel vajuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának is feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltottál minket, hogy színed előtt állhattunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházat, sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzé meg a feltámadás reményében elhűnt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörén kérjünk mindnyájunkon, hogy Isten anyával, a boldogságos Szűz Máriából, Szent Józseffel, az ő jegyeseivel, a szent apostolokkal is minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, is dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tiszteled és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben volt, szenteltessék meg, ó, te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk
szelenyünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hogy kegyesen békéid napjainkban, ha irgalmadból minden kar bűn is baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítjünknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységeid, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkedet. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség. Béke veled. Az Isten báránya. Éme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hanem csak egy szóval mond. Minden hívő, aki velünk most együtt imádkozik, a Bonum TV köszönthetően most lelki szent áldozásban részesülhet. Lelki áldozás imája. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Magamhoz öllelek, mintha már ott lennél, és teljesen egyesítem magamat veled. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Amen. Krisztus teste.
Istenünk, megünnepeljük fiad áldozatát, és hívő lélekkel vetjük magunkhoz az ő szent testét és vérét. Add meg egyházadnak, hogy szüntelenül boldogságos Szűz Máriára tekintve, bozgó legyen a hitben, és erősödjék az eljövendő dicsősége reményében, valamint a szeretetben. Krisztus a mi Urunk által. Amen.